A Budaörsi Akta Publika kiadó nagyalkotói pályázaten a különdíjasaihoz látogattunk el, a Kessel Csaba általános iskolába. A kisdiákok csali mesékkel indultak a pályázaton. Antalné Káplár Judit, a különdíjas osztály tanítónője, 14 éve dolgozik az iskolában, és nagyon szeretik a diákjai. Tanítónőt a pályázatról kérdeztük. Tavaly írták ezt a pályázatot, amikor másodikosak voltak. Mivel tavaly még nem tanultak fogalmazást, ez így egy elég komoly vállalkozásnak tűnt, hogy másodikosként meséket írunk, de annyira tetszett nekik a csali mese, maga a forma, a műfaj, a téma, hogy amikor láttam az önök hirdetését, akkor azt mondtam, hogy próbáljuk meg. Ez inkább már évvége fele volt, amikor már jobban tudtak helyesen írni, amikor már jobban ki tudták magukat fejezni, és hát végül is így született ez a pályázat. Minden gyerek a saját stílusához igazítva írta meg a mesét. Ezt lehetett látni, hogy voltak egészen rövid mesék, és voltak hosszú mesék, amiktől én képettem el a legjobban, hogy ilyen hosszú mesére is válok. Tehát a személyiségükből indultak ki mindnyájan. A lelkes pályázatírókat arról kérdeztük, hogy miért szeretnek iskolába járni. Sok gyerek van, akikkel össze lehet nagyon barátkozni, meg kevés lecke is van, de azért néha sok is. Azért, mert van, hát mert a tanítónénik aranyosak itt, főleg Gyuszka néni, meg Klaudia néni itt a legaranyosabb, és mert sok barátom van. Hogy itt vannak a barátaim, és mindig jól érzem magam, mert itt vannak a barátnőim, és igazándiból én nagyon szeretek ide járni, az életem legjobb döntése volt ide járni. A barátokat, az órákat is szeretem. Szeretem az informatika órát, meg még sok mindent. Szeretek tanulni. A tanárnéniket, a szép iskolát, az udvart és a tanterneket, mert ide jó bejönni, és sok aranyos gyerek van itt. A tanárokat és a tanulást. A tanulást és a tanuláson a jövőnk múlik. A tanórákat, meg a tanárokat, meg a szünetet. Az a legjobb, hogy tanulunk konkrétan mindenfélét. Matekot, olvasás, nyelvtant, informatikát, testnevelést, mindent szinte, rajzot. Ezek mind, és még van pár. A diákok kedvenc tantárgyaira is fény derült. Az olvasás. Angol is, meg az informatika. A klarinétozás. Az úszást, meg a testnevelést. Informatika. Azt szerettem, meg az olvasás, meg a matek. A matek óra. A matek. Matematika. Hát a matek, a tesi, meg az informatika. Az informatika órákat. Én a külön órákat nagyon szeretem, meg az tanórákat. Mindegyiket szeretem, semmelyiket sem utálom. De vajon miért kell iskolába járni? Azért kell iskolába járni, hogy a gyerekek okosodjanak, ügyesedjenek, és hogy felkészüljenek az életre. Okosodjunk, felkészüljünk az élethez, meg tanulni kell, és azért kell az iskola, hogy a gyerekek okosodjanak. Azért, hogy okosodjunk, ügyesedjünk, és tanuljunk. Hogy megtanulja mindent, ami a dolog az életedhez kell, és a munkádhoz. Hogy megtanuljuk a dolgokat, hogy mit jelent, meg mennyi, meg sok mindent meg kell tanulni, ami hogy fel tudjunk nőni. Külön díjasaink azt is megosztották velünk, hogy milyen távlati céljaik vannak. Foszista, mert énekes is akarok lenni. Zenész szeretnék lenni. Énekes. Én hegedűs szeretnék lenni. Gyorsfutó. Rendőr. Repülővezető. Vagy óvónéni, vagy tanítónéni. Lovakat fogok tenyészteni, meg kutyákat, meg macskákat. Informatikus. Régész leszek. Azt még nem tudom.
A Kessel Csaba Általános Iskola harmadik osztályos diákjai elnyerték a Budaörsi Akta Publika kiadó nagyalkotói pályázatának külön díját. Jutalmuk saját mesékből készült mesefüzet rajzos illusztrációkkal. De miről szólnak a mesék? Egy medvéről, egy kislányról és egy kutyusról. A két kamion romlik, az egyik repül, a másik meg a hátán ugrál. Én egy kislányról és a nagymamájáról. Elfelejtettem már. Én egy kislányról és a családjáról. Egy propelleres lepkéről. Egy kislányról. Én is írtam mesét, de nem volt annyira nehéz, de nem volt olyan, hogy belehalok. Aki nem hiszi, járjon utána.